Tisztelt képviselő hölgyek, urak, szeretettel köszöntök mindenkit a januári testületi ülésen, ami egyben az első testületi ülésünk az idei évben. Előjáró megjegyétek maga nagyon sok egészséget, sikert, mint szakmai életben, magánéletben kívánok mindenkinek, és sikerek megvasztak 2022-es évet. Köszöntöm a mai testületi ülésünk főellenőr urunkat, Bence István, alpolgármester urat, Baranyai András, és hivatalvezetőnket, Kovács Gertrúdot, illetve megjelent képviselőket. A mai testületi ülésen távollétét jelezte Acko Anita képviselő és Cucor Krisztián képviselő. Gondolom, hogy még a fönnmaradó két képviselő időközben csatlakozik az ülésünkhez. A mai testületi ülésre programot kiküldtük. Múlt héten, csütörtökön a kiküldött programhoz részemről és a hivatal részéről módosító javaslat nincs. Úgyhogy részemről az a javaslat, hogy ez szerint a program szerint tárgyaljuk meg a mai pontokat, ami legfőképpen három teleprendezést érint. Egyik esetben kérte a kérvényezőnk, hogy szeretném minél hamarabb rendezni, hogy ezért is jövünk majd össze. Nem tudom, kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítő, módosító javaslata a kiküldött programhoz. Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk, ki van az mellett, hogy a mai ülést e szerint a program szerint folytassuk le, ott ki volt függesztve és ki volt küldve mellette. Tartózkodott valaki ellene? Okay. Kifogásolom, hogy azért kommentáljuk, kicsit kifogásolom, és nagyon hiányolom a vizsgálni a költségvetés 2020. Az egyébben megvan, megbeszéljük. Csak hogy magyarázatot adjam. Jó, hát az egyébben kitérek el, mert megvan a harmonogram, hogy mi szerint el is magyarázom, hogy milyen jelentések változtak az idén az előző évhez képest, ahol toltak a tárgyat előre az év lezárásukra. A pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatva volt erről, a harmonogramot ismeri, tudja, hogy nagyjából mikorra várható a költségvetés elkészítése, és az egyébben is megnyilvánul. Jó? Akkor egy elleme szavazattal elfogadtuk. Köszönöm. A javaslóbizottságból javaslom Szarka Zuzana képviselőt, illetve Zilizi Gyula képviselőket. Ki van mellette? Tartózkodott valaki? Elleme? Köszönöm szépen, egy hangban elfogadtuk. A számláló bizottságban javaslom Baratai András képviselőt és Mészáros Zsolt képviselőket mellette. Tartózkodott valaki ellene. Köszönöm szépen, egy hangban elfogadtuk. És a jegyzőkönyvitelesítőnek pedig javaslom Szabó Zoltán képviselőt és Somogyi Róhát képviselőket mellette. Tartózkodott valaki ellene, két tartózkodásra elfogadtuk, köszönöm szépen. Megkérem a főellenőr úrunkat, hogy az előző testületi ülés határozatainak ellenőrzésére szóló beszámolóját mutassa be. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A előző ülés határozatainak ellenőrzése itt a 2022-es anyag. A Hundekor utolsó gyűlés, tehát utolsó vitapont egy videokonferenciás is, utolsó előtti gyűlés 31-es, az december 14-én volt. Ezen az ülésen 5 határozat lett elfogadva, az 5-ből 4-ben teljesítve, így terült a folyamatban lévő határozatok közé. Így a folyamatban lévő határozatoknak a száma 8, és a hosszú távúaké pedig 4. A december 14-i ülésen 3 határozat ellenőrzési témával foglalkozott, testület tudomásul vett a 30. ülés határozatainak ellenőrzését. Jóvá hagyta az ellenőrnek a 2022 első fél évére az ellenőrzési tervezetét, és tudomásul vette a független auditor jelentését az individuális és a konszolidált évzárásról, 2020-as évzárásról. Egy határozattal jóvá hagyta az adókról szóló általános évünk rendeletet, és egy határozattal pedig szándéknyilatkozatot hagyott jóvá telekeladásra. A december 29-i ülés a videokonferencia alapján zajlott, ott pedig költségvetés módosítását jóvá hagyva a 2021-es benyújtott javaslat alapján. A B pont a folyamatban lévő határozatok száma 8, ez egyel bővült ezzel a szándéknyilatkozattal, és a C pont a hosszú távúaké pedig 4, az pedig változás nélkül maradt a 4 határozat.
Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, kiegészítése? Amennyiben nincs, kérem, tudomásul vételre szavazzunk a főállandó beszámolójára, aki van mellettem. Tartózkodott valaki ellene. Köszönöm szépen, hogy hangon elfogadtok. Következik a 1154/2021-es számú községi kérvény, a községi tulajdonban lévő telep eladásának jóváhagyása. Ez már egyszer meg volt vitatva, tehát megtárgyaltuk a telep eladási szándékot. Tudjátok, hogy a Kurcsapartról van szó, Balogh Lajos, illetve Robert Balogh és Péter Balogh kérvénye, arról a 6 négyzetméteres területről, ami lényegében teleprendezés címén az épülete alatt volt jóváhagyva eladási szándéknak 10 euró per négyzetméter eladási árért. Különös tekintettel, tehát osobit nincsretjelom, Dódo osobit nincsretjelom, kifüggesztett ki volt. Én azt hiszem, hogy egyértelmű az ügy, mindenki ismeri, és pont ez a kérvényező kérte, hogyha lehet, akkor szeretné ezt minél hamarabb a további ingatlanjai rendezése miatt le tudni és intézni, úgyhogy ő kérte főleg a mai testületi ülést. Van-e valakinek még kérdése hozzá, Szilvi? Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk a 6 négyzetméteres 2015/2-es újonnan kialakított parcella eladásáról, községi tulajdonból, különös tekintettel 10 euró per négyzetméter eladási árért, úgy, ahogy meg volt tárgyalva az eladási szándék is. Ki van mellettem? Tartózkodott valaki ellene? Köszönöm szépen, hogy hamar elfogadtuk. Következnek a kérvények. Ismét teleprendezésről van szó. 1121/2021-es kérvény. Nem tudom, készültünk el kérdéssel? Ki is költük az anyagot, de azért kivetítsük, hogy pontosan lássuk, miről is van szó. Ez ugye az állomás mögötti utca. Utcáról beszélünk. Ez a 1019-es házi. Hogy van? Aha, ott van. Megvan. Jó. Mankó Tibor kérvénye. Itt 40 négyzetméteres területről van szó a háza előtt, amit ő cserére szeretne felajánlani. A megmutatott gerdezeket, ez a ő tulajdonában, igen. És ezért, de ez tulajdonképpen út, egy része parcellán út és jár. És ezt szeretné kicserélni a mögött a kártya mögött lévő területtel, ami viszont az a terület, amit a telepó polgári társulás bírja. Az ez itt lakadik. Itt ez a övé, ez a hosszú, és itt mögötte gondolom, hogy szeretne akkor ebből még egy csíkot. Tehát azt szeretném, hogy adjunk helyet ott a kertje végében, de a Gergike is mondja, hogy ez a telek topolgári társulás használatában majd dolgoznak vele, és megjegyezzük, hogy nem az első eset talán ebben a utcában, ugye, ahol a ház elejénél ez eset van, hogy a magántulajdonok kijönnek az útig, illetve a közterületig, úgyhogy két opció van, hogy ezzel lehet, hogy foglalkozhatna külön az építésügyi bizottság, hogy azért olyan megoldást szülessen, ami nem precedens értékű, mert most azt a parcellát, ami viszonylag egész részben van, és logilag most úgy mondom, hogy úgymond rendezve van az általában bérbe vonatva a telektónak,
most újra kezdeni darabolni, meg be kisebb parcellákat rajta kialakítani. Nem tudom, esetleg az osztom el, hogy... Igazából én most azon gondolkodok, hogy pontosan melyik telekről van szó, mert ottan több telek, ami... ha jól látom, akkor az a bevezető út ottan, és akkor itt a, úgy mondom, hogy a körösiék telkítő vissza van kettővel, jól látom? Látni szerintem ezek a mély kaptárok, vagy hogy mondják azt? Na, ők... Tehát még a gyümölcsösnek hívjuk azt a részt, nem? Igen, az az. Az. És tudom, hogy ott a voltak. Valami körül valakiket. Na, igen. És ott szó fel is. Ez a község. Igen. Én tudom, hogy ezt a nemrég módosítottuk a bérleti szerződést, és azzal együtt, ami át lett véve egy háztól. Én azt hiszem, hogy ezt is rendeztük, meg kéne nézni, de megmondom őszintén, hogy abban voltam, hogy az, azzal együtt, ami most fönt van, ez így egészben ki lett bővítve a bérleti szerződés ezzel. Most tudom, csak érzem, mert itt van a parcella, látod, ez itt az egész, ez a telekhatár. Itt ezt a részt vettétek át, de az egyben van ezzel. Ez ki lett komplet bővítve az a bérleti szerződésetek, miután az a felső része rendezve volt a egy háza. Az Bogeszkiségig volt. Igen, csak az van a telektónak a módosításából ki volt az a. Úgyhogy ebből a szempontból, mivel hogy ez egy viszonylag egy egész terület, egy kompakt parcella, nem tudom, hogy jó ötlete ismét ilyen beszabdalásokat. Erre csak én nekem annyi megjegyzésén, mert nagyon sok telekről van a peredén, ahol kint van a maga terület és a út, akkor itt sorban most ez elindítottnak egy adalinát, hogy szerintem ezzel majd fogunk esetleg vele foglalkozni, de nem egy értelmét látom, hogy mert ilyen probléma van rendetek, főleg tudjuk a Metro utca, és ezeket a részek, és a Dózsa utca, akkor mindenkinek kint van, és hogyha ezt elindítunk egy ilyen dolgot, aztán... Akkor itt arra hivatkozik, hogy ebben a utcában már történt több ilyen telekcsere a utca elején. Három felé. Igen. Történt már ilyen. De itt ebben utcában, igen. Ebben utcában. Na, én ehhez annyit szólnám talán hozzá, hogy így, hogy ez már történt, de ott az volt, hogy hátul nagyon cikcakosak voltak a telek, és úgy gondoltuk, hogy amikor már hogy valamilyen normális alapja legyen a dolog, na most ott a Izmának a kertje volt az egyetlen, ami még visszamaradt. Nem, meg a Vardalék is. Még a Vardalék is. Tudom, hogy akkor arról volt szó, hogy úgy lett aztán a beleegyezés a községnek is, hogy akkor valami normális formálódtan hátul annak a teleknek, és azért lett ez a precedens, de itt nem tudom, hogy ez így logikusan lenne. Igen, mert akkor olyan azon, hogy elég használták amúgy is, sőt, meg vissza kellett vennünk ahhoz, hogy visszamenjünk ahhoz, hogy elérhessenek. Jó, majd ugye. Én szerintem itt a...
van egy munkáltatokat, azt nem maga szerint vittem. Ebben 9 teleknek van kintócántelke, és 5 elején a horma falu. Igen, úgy mondom. Igen, már itt a többi főhaszonta a vázsú kivitel, ez többen érintene egy ilyen dolog, hogy tehát. Jó. Hogy erre valami olyan koncepciós megoldást kéne, hát találni, hogy nem tudom, bizottságon tudunk róla beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak jogilag is esetleg, de tényleg ne indítson el, de legyen valami precedens. Jó, akkor egyelőre, ahogy tudjuk már választ adni, legalábbis értesíteni a kérvényezőt, akkor annyi, hogy megbízza együttesünk bizottságot, hogy ezzel külön foglalkozzon, és hozzon egy javaslatot a telependezésre. Jó? Ez a, egyelőre ez a javaslat. Ki van mellettem? Tartózkodott valaki ellene? Köszönöm szépen, hogy megvan elfogadtuk. Van itt egy következő kérvény telekrendezésre. Matovics Lajos, Udvaros Vera, Balázs Mária közös kérvénye. Szintén telekrendezés. Mellékeltük a kérvényt is. Ezt a tudjátok, akkor a főúton a Darázsék mellett. Megyünk Sejjére, akkor közvetlenül Darázsék mellett van egy kapu, és az mögött a kapu mögött van egy ilyen hosszú bejáró a magántelkekre, az 1068 és 1079-es, ott volt egy, vagy van is egy családi ház, amit megörököltek a kérvényezők, a kérvényezők szülei laktak ott. Illetve szerintem van ez a 878-as, ez már ilyen romos épület, ahol egy másik család lakott, ez a pillanat nagyon sok tulajdonos kezében van, úgyhogy mivel többször le volt örökölve, és nagyon rendezetlen már ennek a helyzete. Na most a Matovics, illetve Matovics Lajos, Udvaros Vera, akik ugye leörökölték ezt a 1068-69-es még jó állapotban lévő családi házat, ők kérik ennek a bekötőnek a megvásárlását, vagy rendezését. Ez kvázi igaz, hogy községi terület volt, községi telek volt évek óta, vagy hosszú évtizedek óta, de ugye volt ott egy kapu, az zárva volt, ők gondozták azt a behajtót, ők erősítették meg azt a bejárót is, tehát kiszóltak makadámmal, és állítólag vannak régi dokumentumok, amikor megegyeztek a faluval még a szülők, hogy ezt használni fogják, ezt a területet, sajnos nem került rendezésre a mai napig, és ezt szeretnék a kérvényezők rendezni azzal, hogy ezt a 878-as romos állapotban lévő épületet is szeretnék rendezni az ottani örökösökkel, hogy ki tudják ott takarítani ezt a telket és tulajdonképpen kitisztítani. Úgyhogy ezt a behajtót szeretnénk rendezni. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy elég egyértelmű, ez a Oszobit Nizrétje, mert tényleg mindig is őt használták, úgyhogy az, hogyha valami más kézbe kerülne, akkor oldatlanul veszélyeztetné ez a behajtást, a saját ellehetetlenítani, mert nem tudnak hogyan bejutni. Úgyhogy már részemről talán ennyi kiegészítés, nem tudom, de mit szeretnél. Azt hiszem, hogy mindenki is. Ez egy bejárat van a utcáról a házukhoz, úgyhogy ott sok lehetőség nincs. Igen, esetleg ha hozzáfűzhetnénk, itt a 1072-es telek, amelyik a 1070, 69 és 68 és előtt van, az nagyon nagy darab telek, és ugyanúgy az a 1071-es, ahol van ez a 878-as épület. És még a 1072-es? A 1072-es az egész nagy. Az egész nagy, és az a 1072-es telek az van rajta, és most látom, most olvasom a katasztrófát, 13 tulajdonosnak. Hát, ők is tulajdonosok.
részben. Tehát úgy mond, hogy ha valaki más venné meg esetleg ezt a 8-7-8-asat, akkor viszont őt lehetetlenítjük el attól, hogy ő bejöhessen a saját udvarába. Mert ez a 878-as, amiről szó van, amit mondott a polgármester asszony is, a 878-asnak ugyanúgy van viszont, 7 tulajdonos. Viszont abból a 7, nem a 878-asnak, hanem a 1072-es, abból a nem tudom hány tulajdonosból, ők hárman a többségi tulajdonosok. 5.30-at van a udvarosverálnok, mindjárt most 5.30-at a udvarosverálnok, 5.30-at a Matulicsnak, és a Borsányi Máriának 1.90-et. Nem Borsányi Mária. Ki a kérvény is a hatalmas? Darás. 15.30-at a kérvény. Ez a és még 5.30-at a... negyedik testvére. Úgyhogy lényegében 878-asnak a behajtása nem a falu területén múlik, hanem nem, mert 1072-es van. De 1072-es oknak úgy részesít a 878-asnak a tulajdonság. No, de ha 1072-es, ami a 50%-a ezeké a kérvényezőké, ha ők nem egyeznek vele, hogy a 878-as arra járjon, és ők nem rendezik maguk között, akkor hiába fog behajtani a mi telkünkön, mert ott megszakad ez a mi telkünk. Az igaz, csak résztulajdonos, hogy 878-as is. Na de hát 50%-os tulajdonosok a 1072-esben is. Az még nem akkor nincs a lecsére. De ha nem éri el 50%-ot, akkor a többi részesedése nem tud ebbe dönteni. Az a ő ügyük, ebben nem menjünk, amivel... Hát, természetesen azért mondom, hogy viszont még jobban belekeveredni, hogy most eladni nekik ezt a területet, ami valójában egy külön van. Mi a megoldás javaslatod? Mi? Hát az valójában az Pripolyóval tisztál, a falunak a területje az egy út. És akkor ezt mi oda behúzzuk a villanyt, nem a gáz, és csinálunk a teherhalszmat. De mi csak a terület, ez egy udvar. Vagy csapóban van. Jó, fizetnek érte adót, kérdezek. Laci, melyik kis kertéje fizetnek? Azért mondom, nem kis kert. Ez nem, én szerintem, elnézést kérjük, ez nem kis kert. Itten, a mindenkit még a városi tulajdonok nincsenek rendezve, főleg ott az a 878-as, akik én akkor én legalábbis nem értek az a egyet. Amit rendezték, arra de sok rá. De mondd meg, hogy mi a megoldás erre. Hogy akkor használják, mint ideális. De abból a falunak nincs semmi haszna. És ideális volt? Nem, még ideális értünk. Én ezt ugyanúgy vetnám tovább. De mondd már, kik a tulajdonosok a 878-asban? Mindjárt most végigolvasom, mert itt vagyunk rajta a választék volna. Ki lehetné megmondni? Micsoda? Ki lehetné meg? Bárki. De mondom, hogy ő... De nem adnám fel a többségi tulajdonosok. Mert ők szeretnék megvenni. Hát ha le fogják tudni, és ő tulajdonokban lesz, ám bár, hajrá. De ott a van... Én értem, hogy mit mondasz, csak van ott még olyan, hogy ugye ott van ez a egyetlen, ez a hár a ház, úgyhogy vagyis ez a 878-as házszám, ami van. Úgyhogy én ez nem biztos, hogy egyet értenek azzal, hogy ezt mostán adjuk privát kézre. Mert azt, hogy bárki mások megvehetné. De pont az, ha bárki más megveszi, bárki másnak nem is adhassuk el, mert abban a pillanatban jön a 1068 meg a 69-es, meg támogat minket, hogy nincs hozzáférés a saját ingatlanához. Ez ugyanaz? Ha mi nem adhassuk el, azért kell ezt gondosan mérlegelni, hogy kinek és hogyan, milyen föltételek mellett, mert ha te úgy mondod, hogy megveheted, te vagy te, akkor minket fognak megtámadni a 68-69-esek, hogy akkor én most hogy kerüljek be a területre? Mert totál kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, hogyha valaki oda vaskaput ver, és tessék fizessék behajtói díjat, vagy bejárati díjat. Hát én szerintem, ha ezt konzerváljuk, ezt a jelenlegi helyzetet, ami amúgy is szerintem évtizedekkel ezelőtt kell volna rendezniük szegényeknek, időseknek,
és ráadásul még, hogyha van papírjuk is arról, valami régi, hogy Uzsi Vaci Právójuk van hozzá, akkor ezzel csak fölösleg is jobbítá a címhoz. Jó, rendben, akkor megveszem Gergely fiktív kártyát, megveszem ezeket a három kártyát, pár fiétól a kártyát. És akkor bárhogy menjünk. Nincs ajánlat. Nem ugyanolyan ajánlat, ugyanúgy tartozik ő hozzá, miért fogja átadni. Még egyszer mondom. Önnek éppen egyetlen ajánlatot. Persze, itt van, erre a ajánlatról van szó. Ez az a ajánlat, amit jól van. Itt az, hogy ez az a ajánlat. Ez van, ez a rész van a falunak a területje. Oké? Ez itt a 16 valahol tulajdonosé. Rendezni szeretnék, rendezni akarják. Ez a rész itt, ez a nagy rész, ugyanúgy ott a 30 tulajdonosban vagy meg. Na most már itt van egyes tulajdonos, itt vagyok én, megviszem ezt a területet. A falu területjét a saját tárkámra itt bejövök. Nem. Miért? Hát ugyanolyan jogom van ezért bejönni nekem, mint ő nekik. Ezt most miért mondjátok, hogy nem? Erre a területre ugyanolyan jogom van. Tulajdonat, amit már régen használnak, szeretnék megvenni. Jó, Csiszi János vagyis azért járnak ennek számítani. Mit mondunk erre? Már itt, ez valójában itt terv. Ezt a tervet például most ugye nézem a Kataszter portálon, ezt itt, ha megviszem, ugyanúgy ide tudod építeni, mint ahogy ide. És akkor ez a falu területje. Ugyanolyan jogom van ide bejönni, annak, aki ezt a tárgyat megviszi, ugyanolyan joga van a falu területjén ide bejönni, mint ezeknek a tulajdonosoknak, vagy ezeknek az ingatlan tulajdonosoknak. Azt mondod, hogy most akkor csináljuk utat? Nem tudom, hogy csinálni. Nem tudom, csinálni. Ugyanúgy, mint most van, ugyanúgy az ott van. Az nem a falu csinálta. Rendben. Nem a falu erősítette meg, nem a falu csinálta, nem a falu gondozta, nem a falu tette oda a papírt. Én értem, csak azt értitek, hogy mit próbálok mondani? Ha ő ezt lerendezi, és hogyha övéké lesz, a három kérvényezője lesz ez a terület, akkor oké, tegyék privátban. Legyen neki fölkínálva ráadásul. De mindannyi, amíg itt vannak más tulajdonosok, és például én nekem részem van, Fittényi, én nekem részem van ebből a házban, még hogyha csak 1.32-en is, magán területén kellene bevennem, abban az esetben, mert ezzel területen semmi közön nincsen. Prístup a saját ingatlanomhoz biztosítva kell, hogy legyen. Na most akkor adjuk el ezt ide? Miért? Nincs, mert már 1.72-es most nem egyezünk vele, ha lényegében a 878-asba, akkor nem tud venni. De ugyanúgy része van 1.72-ben 800-asnak is. Kisebbségi. Része van? De nem fogsz tudni bejönni. A Matovicsék 50%-a nélkül nem fogsz tudni bejönni 878-asba. Fordítva kérdezem, családi ház, van a öcsém, bubó. Ha ők ketten nem engednek, akkor nem mehetik be a házba, a szülői házba. Hát szerintem ha egyharmadik, például mondom, ha egyharmados tulajdonban vagyok, akkor nem lehet. Én, jó, oké, rendben. Én nem javaslom ezt, hogy biztos, hogy nem. És a 888-as vannak a három kérvényezőnek is része, tehát ott van. Van, és azon fölül még kikakarod. Én 13 tulajdonos van ott. Nekem itt vannak a tulajdonok is amúgy. Az 172-es, ez a udvar. 226 négyzet. Tanka Ferenc. Borsányi Éráz. Ez a Matovics, igen, akkor udvaros vera. Darázs Mária. Matovics Lajos. Egy 90-es rész. Borsányi László, egy 90-es rész. Borsányi Androsz, egy 90-es rész. Derák Mária, egy 90-es. Annak még van 8, ugye? Az a 870. Már jó. Mi az a 9? Akkor 878 nincs itt. Azt nem tett.
annak pedig hét tulajdonos, ahol ugyanúgy azoknak, akinek része van a udvarban, ugyanúgy része van abban a ingatlanban is. Tehát akkor őnekik is, akkor ugyanúgy részükőre, hogy legyen a baj a bekötőbe, mert valójában közel van hozzá az ingatlanjához. Ez csak így. Aztán... Amikor ki lesz fizetve, akkor most előnekik kívánjuk a... Még nem tudunk olyanról beszélni, aki nem kéri tőlünk. Nem tudjuk olyannak eladni, aki nem kéri és nem akarja megvenni. Nem tudjuk már, hogy senki rá sem tulajdonít rá. Én nem fogadom a nézőt. De érdekel, hogy hogy gondolom, de én ezt biztos, hogy... Nekem csak az, hogy ezzel nem segítünk a rendezéshez, hanem még bonyolítsuk a esetleges viszonyaikat ott, mert... Nem bonyolítjuk, szándékot jóval, én javaslom jóval adni a eladási szándékot, abban az esetben a belső részt, amit rendbe teszik, akkor azután áldás rájó, részt egyik egy nyilatkozat, hogy abban az esetben ők rendnek, én javaslom azt, hogy abban az esetben, ha ők a belső tulajdonokat rendezik, tehát nem viszont 11 tulajdonos, hanem az övényi rész, akkor abban az esetben a falu eladja. De én kiszáll a falu a belső vitájukból, mert fordítva olyan, akinek van bent része, az azt mondaná, hogy eladta a falu a bejáraton. Nélküle valaki más. Jó, ez is egy korrekt javaslat, hogy nem utasítsuk el. Nem utasítsuk el, így van. Viszont rendezőt belső és utána szándékot jóval lehet adni eladásra, hogyha a belső rész rendben van, akkor a szándék, eladási szándék, oké, én javaslom, én így javaslom. Jó, ez. És az a megegyezés, amit említettek, hogy van egy papíron, hogy megegyezésük, az nem tudják megmutatni? Miért? Csak mondták már százszor. Ez egy annak idején szociba volt, mondták alapszámot, lehet, de se papír, semmi nem volt. Soha nem hoztak be semmi papír, se honnan. Hát igazság szerint volt nekik ennyi valóságok a papír. Na igen. De igazságos nem volt soha, érted? Hogyha lett volna, neki ma bagottak volna. De az amúgy nem mond semmit ki, mert az csak azt mondja ki, azt mondtuk is nekik, hogy az nem azt jelenti, hogy ők most abban hiszem használtak, hogy az a övék. Nem így az annyiról, tehát az a kis ajánlításról van szó, mert ők mindig is tudatában voltak azzal, hogy ez nem a falu területe. Vagyis, hogy ez, hogy a falu nem a övéké. Úgyhogy ebből a szempontból nem jön az szóba, hogy most akkor kitartsák ezt a területet, mint hogy abban hiszem, hogy övéké. Mindig is tudták, hogy ez nem a övéké. Én azért egy kicsit elvesztem ebben a regényben. Tehát lényegében ők szándékozzák a 878-asat is rendezni, és 1072-eset is? Vagy az a udvar. Az a udvar. Az a udvar, azt abból a szempontból, hogy mondom, 50%-os tulajdonosok. Tehát 350% tulajdonosok. Hát igen, úgy értem. Kérvényező. Igen. Úgyhogy gondolom abból a szempontból nekik prioritás az 878-as, hogy legfőképpen az a, ott majd nehéz a kommunikáció, nem tudom. Hát, hogyha jönnék itt hármukból részre a egész terület, akkor szándéki lakukatot jóvá lehet adni abban az esetben. Eladó az a telek is. A földjegyeként meg lehet szabni azt, hogy úgymond ajánlatként, hogy 878-as rendezésen utalhatom olyan. Így van. Így van. Ők rendezik le először egy markozik benne a bizonyokat. Mert hármogatnak meg fogom ismerni, mert még, ha egy személynek nem meg fogom ismerni, mit csinál, akkor az van, hogy az oké, de többségi tulajdonban hármogatnak többségi tulajdonban. Semmi köze nincs, hogy egy vagy három vannak cél, az ugyanaz a tulajdonjogilag együtt van a kérvényük, úgyhogy a három összesített 50%-at ugyanakkor elejön, mint a egynek. Jogilag. Jó, akkor ez a javaslat, hogy
hajlandó eladni a falu, hogyha rendezik a 878-as. Úgy? Igen. 878-as. Ha ott lehet, tulajdonosok. 1071-es szám parcella, ahhoz a tulajdonosok, tudod? Így van. Jó. Ez itt korrekt. Így van. És valakinek kérdés, én óvatosan megkérdezem, hogy itt viszont akkor javaslatképpen megtöltelt államutasítva az első, és akkor azt mondja, hogy nincs államutasítva. Állatási szándékot, azt ott javaslatok. De nem azt az álmért hagyjuk jóval, mint normális esetben, hogy kifüggesztés vételváról szobik pénzre, hanem támogat, vagy hajlandó el azt a válaszolják kapni a kérvényükre, hogy hajlandó a jövőbe eladni nekik a falu, ezt a parcellát, vagy ezt a telkát, hogyha rendezik a 878-as, vagy 1071-es parcellát. Úgy, ahogy a kérvényükre volt ez a... Jó? Oké, ki van mellettem? Tartózkodott valaki ellene? Köszönöm szépen, elfogadtuk. Ezzel kiismerítettük a kérvényeinket. Következik a beszámoló. Beszámolóban engedjétek meg, hogy hát sok minden a utolsó testületüléstől, ami december 29-én volt, ugye nem történt. Mivel itt már fölmerült a költségvetés kérdése, akkor szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy mivel hogy változtak a törvényes határidők, például a 2021-es szociális szolgáltatások gazdasági évének lezárására, ami eddigat is segíts, március 4-ig volt február 15-ig. Február 15-ig. Tehát még folyik a 2021-es évnek a költségvetés lezárása. És tudjátok jól, hogy lényegében ez alatt az idő alatt, amíg el van fogadva az ezéri költségvetésünk, falu provizóriumban van, tehát az azt jelenti, hogy a tavalyi éves kiadásaink összegét havi szinten lebontva egy 12-ét ugyanúgy tudjuk használni, mint a elfogadott költségvetésnél, úgyhogy gyakorlatilag a falu működését, az, hogy egy teljes költségvetést javaslatot fogunk kapni, semmilyen módon nem veszélyezteti. Mi egy nagy falu vagyunk, ezt szeretnénk, hogyha tudatosítaná mindenki, hogy egy kisebb költségvetést, 300.000 euró vagy 500.000 euró összegben, ahol mondjuk kevesebb a intézmény, értem legfőképpen a iskolákat, mert össze van költségvetés, van az iskolákkal együtt is, ahol ilyen mondjuk ilyen intézmények nincsenek, vagy nem kötődik a falu költségvetése, intézmények költségvetése, ez nyilván egyszerűbb a költségvetésnek elfogadása. Mi előző három évben is ezt a trendet képviseltük, főleg a Covid miatt is, hogy nem bizonytalan költségvetési tervezetet készítettünk, hanem már tényleg olyan költségvetést tudtunk mindig is elfogadni, ami konkrét terveket tartalmaz, és minél kevesebb módosítást kellett eszközölnünk. Ezt most mindenki mérlegelje magának, hogy ez jó vagy nem. Még egyszer kiemelem, a falu működését ez nem zavarja, és nagy előny az, hogy nem kell havi szinten utána, amikor befolynak az állami normatívák, vagy akár az állam által előírt bevételeink, nem kell folyamatosan módosítanunk a költségvetést, és nem kell a kitűzött céljainkat esetleg visszavonni. Tehát tényleg egy reális keretet tudunk adni. Én úgy látom, hogy én úgy gondolom, hogy ebben semmi hátulütője nincs, főleg úgy, hogy tényleg Covid időszak van, és nagyon sok minden két éven keresztül kiszámíthatatlan. Előzetesen, körülbelül február 16-a, 17-e körül válható egy kibővített pénzügyi bizottság, ahol majd javaslom és kérem a képviselőket is, hogy nyilván meghívottnak, kiküldjük azt szerint, hogy mikor lesz véglegesítve a költségvetési tervezet. Itt majd mindenképpen szeretnénk, hogyha minél többen a képviselők részt vegyenek, hogy meg tudjuk tárgyalni a bejelentkezett dotációs kérvényeket is. Úgyhogy azon a pénzügyi bizottságon, ahova be tudnak folyni az iskoláknak a költségvetési tervezetei is,
nagyon részletesen és aprólékosan ezt meg tudjuk tárgyalni, meg tudjuk vitatni, konkrét képet kapva, és hogyha azután van fogadva, akkor már lehet kezdeni. És március 8-án tervezünk egy testületi ülést, ahol már végleg jóvá hagyjuk a költségvetésünket, úgyhogy viszonylag ez egy olyan időszak, ami én úgy gondolom, hogy elfogadható, és bízok benne, hogy minél kevesebb módosítással tudjuk utána teljesíteni a célokat és területet. Részemről ennyi, hogyha valakinek lett, vagy van ilyen kérése idő előtt, akkor azt kérem, nem elég a januári testületülésen jelezni, ugyanis egy költségvetés elkészítése nem egy munkanap, és nem kettő, és nem egy embertől függ, akkor azzal lehet, hogy célszerű lett volna október-novemberre foglalkozni, hogy már az a két hónapos előkészítési folyamat, ami ennek megelőzően le tudjon zajlani. Tehát csak ennyi marbóra. Múltkor még beszéltünk az öreg óvoda után keletkező galambokról, úgyhogy van rá több megoldás, valószínűleg a kombinált megoldás lesz a legmegfelelőbb, ami azt jelenti, hogy templomtetőt valószínűleg, vagy a templomtornyot valószínűleg ilyen gél alapú szerrel fog kellene bevonni, ami egy évig taszítani fogja ezeket a galambokat, és párhuzamosan majd, ahogy mondják a szakértők, akkor valószínűleg vagy valami befogás, vagy valami riasztás, az attól függ, hogy mennyire fognak a befogó eszközök működni, fog megvalósulni a galambokkal jövő hét. Lehet, hogyha minden jól megy, akkor lehet, hogy jövő héten már ezzel is kezdődhet. Jó? Ennyit a templomról, ez a múltról fölmerül, és azóta talán ennyi, nem tudom, hogy valamit esetleg kérdés vagy kérés, mert valóban nemrég találkoztunk bő két hete, vagy hallottuk egymást a Zoom-on, úgyhogy igazából még a pályázatainkat várjuk, a végső elbírálást, úgyhogy ahogy jogerős döntések születnek, hogy minden voltunk sikeresek. Tájékoztatom a képviselőket, remélhetőleg jó híreink lesznek, úgyhogy még itt nem tudok konkrétumokat mondani, amíg nincs a kezünkben még nem egy döntés. De úgy néz ki, hogy az interekben szinte biztos, hogy sikeresek voltunk, úgyhogy hogy sikerül valami eszközbeszerzéseket megvalósítani tavasszal, és a többiről még várom a határozatot, mert még nem érkeztek meg. Tessék, kérdés! Nincs. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet és a részvételt, és mondom, azokat a dátumokat nagyjából ez már így volt meg a könyvelővel, és meg van beszélve, úgyhogy körülbelül hát azokat nem be tudjuk folytatni. Jó? Köszönöm szépen.